Oswald Marikát Hajmási Péter és Pityke Pál szerződtette a Budapesti Operett Színházhoz. Szerintem ti ezeket a kérdéseket odaadjátok Janinak, meg a többieknek, és úgy jön vissza, és úgy teszitek föl. Nem, ez nem lehet igaz. Nem. Létezik, hogy azt mondják rá, hogy igen. Még azért régen, a múlt században. Ők mások, mint nem, és mennyire szerződtettek le? Meg tudod, részleteket... Az kevés. Képzeljük el, itt van Hajmási Péter, Pityke Pál, és Oswald Marika megjött a castingra, tessék. Hogy mi is a vezeték neve? Hajmási Péter. Valami verset, vagy Hajmási szavalatot Péter esetleg? Pál. De várjál, most hadd koncentráljak már, ne vedd el az eszem. Jó, csak megpróbáltunk. Beilleszkedni a műsorban, de hát nem hagyott. Tehát fogalmuk sincs, hogy Oswald Marika. Azt sem tudják, ki az Oswald Marika, meg azt sem tudják, ki az a Hajmási Pityke Pál. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy miért ne szerződtethetné Oswald. Ja, de lehet, hogy azért énekli az Oswald Marika állandóan ezt a Hajmási Péter, mert ez a Pityke Pál, ez nagyon leszerződtető. Na most akkor... Figyelj, eljátszok, jó? Hajmási Péter igazgatót, hogy mutassam az Operett Színház örökös tagja és igazgatója, és Pityke Pál! Igen. Bocsánat, igen. Énekeljen valamit, Marika. Igen, szeretném tudni először, hogy melyek lesznek azok a feladatok, amiket majd rám bíznak. Egyébként is, ha kíváncsiak arra, hogy milyen vagyok, jöjjenek el és nézzenek meg egy hakliba. Fel van véve! Tehát ugye két különböző ember, lehet, hogy azt gondolják, hogy... Ja, Péter. Mindegy, akkor mondjuk azt, hogy nem. Mondjuk azt, hogy elhiszik. Hát mondjuk most már úgyis nullán állunk. Jó. Higgyék el. Na, elhiszik, jó. Elhiszik. Mindenkelőtt folytassa a dalt. Hajmási Péter. Nem énekelek én gázs nélkül. Nem hoztatok valamit? Én hoztam, de az kevés. Elhiszik szerinted, vagy nem hiszik el? Elhiszik. Jó, higgyék el. Nulla-nulla.